Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Élénkülő gazdasági élet, egyre több üzleti szolgáltató központ létesül Pécsett. Csontvári 100, a bábek színeit idéző villámcsődületet tartottak a Széchenyi téren. Pécsi siker Cannes-ban százados Ábel két díjat is nyert a filmfesztiválon. Egyre több üzleti szolgáltató központ létesül Pécsett. Ezek olyan irodaházak, amelyekbe főként külföldi cégek költöznek, és leginkább fiatal munkaerőt foglalkoztatnak, mondta Decsi István. Pécs alpolgármestere hangsúlyozta, Pécs városa abban segít az ideérkező cégeknek, hogy a funkcióját vesztett, jó helyen álló épületeket felújítják, majd azokat bérbeadják olyan külföldi cégeknek, akik pécsieket alkalmaznak. 10 évvel ezelőtt új stratégiát alakítottak ki a város újraiparosítására. A korábbi nem működtethető bánya és nehézipari ágazatok helyett a tudásalapú gazdaságot helyezték előtérbe. Két hangsúlyos terület van. Az egyik a klasszikus iparfejlesztés, a termelés, itt a gépipar, autóipari cégeknek a fejlesztése, a másik pedig ezek az informatikai alapú gazdaságfejlesztés. Erre a legjobb példa a Deutsche Telekom csoporthoz tartozó ITSH, amely 2012-ben érkezett Pécsre, és azóta is folyamatosan fejleszt. Az itt dolgozó, magasan képzett szakemberek egyre több mérnöki, informatikai és biztonságtechnikai feladatot tudnak ellátni Pécsről. De az elmúlt években új cégek is megjelentek ebben a szektorban. Pécset telepedett le az Aldi és a Fiszman szolgáltató központja is, ami a Rákóczi úton kapott helyet. Érdekesség, hogy Magyarországon ők voltak az utolsó két olyan cég, akik ilyen szolgáltató központot alakítottak ki, és Pécset választották székhelynek. Az alpolgármester kiemelte, Pécs az ideérkező cégek letelepedését abban is segíti, hogy olyan irodaépületeket alakítanak ki, amibe csak beköltözniük kell a külföldi vállalatoknak. Szeretnénk a képzett, motivált, fiatal pécsieket helyben tartani, és itt olyan lehetőséget biztosítani, hogy hosszú távon megtalálják a boldogulásukat, mind jövedelem tekintetében, mind karrier lehetőség tekintetében. Decsi István hozzátette, nem utolsó szempont az sem, hogy a pécsiek nemzetközi környezetben dolgozhatnak ezeknél a cégeknél, a külföldi cégeknek pedig az itt található képzett munkaerő miatt érdemes a megyeszékhelyet választani. Egy törökországi településről érkezett delegáció Pécsre szerdán, hogy pár napot eltöltsenek baranyai testvérvárosukban. A találkozó egyik célja az volt, hogy a városok vezetői elmélyítsék a települések testvérvárosi kapcsolatát, másrészt tapasztalatot cseréljenek egyebek mellett az Európa Kulturális Fővárosa programról. Pécs 1983 óta Kütahya testvérvárosa. A több évtizedes kapcsolat elmélyítése érdekében is érkezett delegáció a török városból a Baranyai megyeszékhelyre. Az Európai Unió testvérvárosi együttműködését fejlesztő programjának keretében vagyunk itt, és emellett kíváncsiak vagyunk a pécsiek tapasztalataira is, főként az Európa Kulturális Fővárosa program során szerzett ismeretekre, mondta a török városvezető. Páva Zsolt Pécs polgármestere kifejtette, Pécset rengeteg török emlék található, melyek helyreállításáért, renoválásáért sokat tudnak tenni a török kapcsolatoknak köszönhetően. Miután sok török emlék van a városban, sok oszmánkori emlék van a városban, jó együttműködés alakult ki a TIKÁ-val, vagy a török felületes ügynökséggel, amelyiknek a jóvoltából ezelőtt 5 évvel egy nagyon rossz állapotú, romos állapotú, egykori török kutat újítottunk fel, és most dolgozunk közösen egy másik projektünkön, egy egykori itt élt török tudós Idris Baba Türbéjének, síremléknek a felújításáról van szó. A 202.000-es török város Kütahya az Égei-tenger régiójában fekszik. A város lakossága fontosnak tartja a magyar és a pécsi kapcsolatok ápolását, hiszen Kossuth Lajos is 12 éven keresztül élt Kütahyában. Az 1848-49-es szabadságharc vezérének egykori lakóháza a mai napig látogatható a török városban.
400 diák tisztelgett a pécsi főtéren Csontváry Koszka Tivadar munkássága előtt. Olyan villámcsődületet tartottak, ahol az általános és középiskolások formázták meg az egyik legismertebb magyar festő Bábek című alkotásának színfoltjait. Az eseményt a művész halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett Csontváry 100 emlékév kapcsán a Janusz Pannonius Múzeum szervezte. Csontváry Koszka Tivadar egyik leghíresebb festményének, a Bábek színeibe öltöztek a pécsi diákok. Ez is része volt annak a villámcsődületnek, amelyet a festő tiszteletére tartottak Pécset a főtéren. Úgy készültünk, hogy az osztályfőnökünk elmondta, hogy lesz egy ilyen esemény, és elmondta, hogy egy 100 éves, és akkor kijövünk ide a térre, és akkor vesztek minket drónna, és akkor egy alakzat kijön belőle. Azt tudod, hogy milyen alakzatot formáltok? Azt még nem tudom. Mennyire izgulsz? Nem, természetesen. Csontváry Koszka Tivadar idén 100 éve, hogy meghalt. Pécsett az emlékév során több kiállítással, programmal is tisztelegnek az egyik legismertebb magyar festő előtt. Ilyen esemény volt a flashmob is. 400 pécsi diák, középiskolások, általános iskolások vonulnak ki a térre, és az egyik leghíresebb festmény, a Bábek című festmény színfoltjait, színfelhőit jelenítik meg. Igazából egy ilyen színfelhő vonulás formájában. A villámcsődülettel az általános és középiskolásokat akarták megszólítani. Többféle célja lehet, a fiatalokat is bevonjunk, illetve Pécs városának is hírnevet szerezünk, Csontváry mesternek is. A villámcsődületet az UNESCO és a Janusz Pannonius Múzeum közös szervezésében tartották. A párperces esemény után sokan a múzeumba is ellátogattak, ahol különböző foglalkozásokon vehettek részt. Két díjat is elhozott a franciaországi Campbell százados Ábel. A 13 éves pécsi fiúnak ítélték oda a legígéretesebb, legfiatalabb filmes, valamint a legfiatalabb tehetséges filmes díjat. A pécsi fiúért egy egész város fogott össze, hogy kijuthasson a Cannes-i filmfesztiválra. Pécsváros önkormányzata, pécsi vállalkozások, de még egy budapesti ruhaszalon is segítette a családot, hogy az általános iskolás fiú a legnagyobbakkal találkozhasson a francia rivierán. Százados Ábel még csak 13 éves, de pár napja kisfilmjével megjárta a Cannes-i filmfesztivált, ahol aztán két díjat is bezsebelt. A filmet mobiltelefonnal készítette, egy családi összejövetelen, méghozzá azért, mert unatkozni kezdett. Nagy szüli napi bulija volt, itt már hát ebéd után volt, úgyhogy így leültek a felnőttek és beszélgetni kezdtek, a nagybácsi bealudt. A jókedélyű Ábel unokatesóival és öccsével vonult a teraszra, ahol mobiljának kamera beállításait próbálgatta. Helyszín. Mondjuk igazából más nem tudnék elképzelni itt. Ábel viszont 47 másodperces kisfilmjével, amit itt készített, egy komoly problémára, a gyerekkori öngyilkosságra hívja fel a figyelmet. Nekem ő mondta előtte két héttel, hogy tervezget egy ilyen filmet. Én igazából nem lepődtem meg, mert ő azért érettebb a koránál. Az édesanyám pszichiáter, tehát azért vannak, azért nálunk beszélgetünk ezekről a dolgokról. Amikor viszont megcsinálta a filmet, és így oda, nekem mutatta meg először, mert nem is akarta megmutatni a többieknek, mert az azért szíven ütött, mert hogy a másik gyerekem volt benne a főszereplő. A felvett nyersanyagot aztán a mobilon vágta meg, és nagybátyja segítségével indították egy olyan versenyen, ahol hatalmas sikert ért el, és bejutott a Cannes-i filmfesztiválra. Cannes-ban viszont nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy az alkotó ilyen fiatal. Hát először az volt a probléma, hogy kiskorúak vagyunk, na, és akkor, és ez volt a fő. Nem engedték be, kiskorúak. Igen. És jött neki, hogy de díjazott, tehát átadnánk a díjat. Ő meg a főszereplő. Nem tudta menni, ha hozzuk ide ki, vagy hogy... És akkor végülis tényleg az Atya Úristen... Azt mondták, hogy az Oscar díjaknak a kezelője, vagy akik tartják az Oscart, az a bácsi jött ki. Aztán Ábel és 10 éves öccse is bejutottak, hogy átvegyék a díjakat, mert mint később kiderült, egy másik kategóriában, a világbéke és tolerancia kategóriában is nyertek. Hol van a díjad? Az jó sztori, az jó történet. Mert hogy a díjat, ahogy megkapták, azzal lendületlen is vették, mert hogy annyi ideig sem volt, hogy aláír. De a 13 éves pécsi fiúnak egy életre szóló élmény volt, hogy Tarantinóval egy városban lehetett. Elképzelni, hogy a Tarantinóék ott vannak pár kilométeres körzetben, az is már tök jó, hogy... Egyébként elérhetetlenek, tehát...
Hát én is csak. Még vonulnak a vörös szőnyegen, vissza a limuzinba, azt csókolom. És hogy hogyan tovább? Ábel tanul, jövőre kezdi majd a középiskolát, de nyáron már egy egész estés filmben lesz operatőr, természetesen a már jól bevált mobiltelefonjával. A szokatlanul csapadékos időjárás nem csupán az elmaradt téli csapadékot pótolja, a pangóvizek ideális helyet jelentenek a szúnyogoknak, a sok kellemetlenséget okozó rovarok ellen különböző módszerekkel védekezhetünk. Pécsett az utóbbi 3 év során a Biocom Nonprofit Kft. És a Pécsi Tudomány Egyetem Szentágotai Kutatóközpont kutatóinak együttműködése nyomán az országban egyedülálló szakértelemmel került koordinálásra a szezonális szúnyoggyérítés. Vendégem a stúdióban Kemenesi Gábor, akit a részletekről kérdezek. Üdvözlöm, köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. Mit jelent az, hogy országosan egyedülálló szakértelemmel koordinálják a szúnyoggyérítést, hogy kell ezt elképzelni? A pécsi szúnyogmonitoring rendszernek a lényege az a Biocomtól fakad, náluk merült fel egy igény arra, hogy lássák és ismerjék, hogy milyen fajta szúnyogok és mégis mennyi és mikor van a városban. A szakértelem pedig megvolt az egyetemen, és ezt a kettőt összehoztuk, és jelenleg 2015 óta heti rendszerességgel 10, illetve most már 17 csapdával olyan elrendezésben, ami tudományos elemzése is alkalmas, tehát nem egyfajta random mintavételt kell elképzelni, gyűjtjük a csípőszúnyogokat, így gyakorlatilag hétről hétre tudjuk, hogy mikor várható egy-egy hullám, hol jelentősebb a szúnyogártalom, és egyáltalán milyen fajok vannak Pécsen. Az önök munkacsoportja konkrétan mit vállal ebből? A mi munkacsoportunk adja egyrészt a csapdák elrendezésének logikai hátterét, ugye biológusként el tudjuk képzelni azt a legjobb rendszert, mert a legjobban le lehet mintázni a szúnyogoknak a úgymond populációit Pécsen, illetve a teljes meghatározás és adatelemzést is mi nyújtjuk a Biocom részére, és elég sok érdekes tudományos szempontból is érdekes adat, és gyakorlati szempontból is érdekes adat születik ebből. Milyen szúnyogfajták ellen hatásos ez? Na most az egész mintavételezés úgy van fölépítve, hogy az embert csípő, prédát kereső szúnyogokat célozza, ez a csapdának a jellegéből fakad. Nagyon gyakorlati szempontból is egyértelmű, hogy ezt használjuk, hiszen a csípés ártalomra vagyunk kíváncsiak. Tudni kell, hogy Magyarországon 50 szúnyogfaj körül mozog a fajszám. Ennek egy része nem is csíp embert, tehát ezek minket nem érdekelnek. Főként azokra fókuszálunk, amik embert csípnek, illetve csíphetnek. Milyen adatokat tudnak begyűjteni a gyérítés alkalmával? Egy-egy ilyen mintavételezés alkalmával arra kell gondolni, hogy gyakorlatilag ezen a 10 mintavételezési ponton, ami jól lefedi a várost, képesek vagyunk megmondani, hogy milyen fajösszetétel van. És egy hangsúlyos példája annak, hogy miért jó ez a rendszer, 2016-ban gyakorlatilag a megjelenésének a pillanatában ki tudtuk mutatni egy inváziós szúnyogfajt, egy ázsiai eredetű szúnyogfajt, és azóta is látjuk a terjedési mechanizmusait, és ismerjük azt, hogy melyik városrészeket kedveli, és hol jelentősebb az a jelenléte ennek a szúnyogfajnak. És rendszeresen ki is értékelik ezeket az adatokat? Abszolút, ez hétről hétre történik ez az adatértékelés, így tudunk javaslatokat tenni gyérítésre, illetve egyéb kezelésekre is. Miért fontos még ez a rendszeres monitoring? Ez a rendszeres monitoring nem csak az inváziós szúnyogfajok felterítése szempontjából fontos, ennek gyakorlati jelentőségét ott kell elképzelni, hogy jelenleg Magyarországon mondhatom, hogy sajnos majdhogy nem 100%-ban kémiai gyérítés van. Ami egyrészt költséges, és ez itt a fő pont, fő szempont, másrészt pedig nem szelektív. Azért is álltunk ebbe az egészbe bele, mert a Biocom részéről egy rendkívül pozitív igény merült fel, ők szeretnének biológiai irányba elmozdulni. Ők sem tartják megfelelő módnak azt, hogy kémiai szerekkel nem szelektív módon gyérítjük a szúnyogokat, és nagyon jó úton haladunk. A monitoring rendszer adataiból, illetve most egy térképezési adatsorból is hamarosan el tudjuk kezdeni a biológiai kezelést. Ellenben ehhez nagyon hangsúlyosan a lakosságnak is szerepet kell vállalnia, hiszen minden udvarban, minden házban nem tudunk bejutni. Mit tehet a lakosság a szúnyogok megfékezésére? Ez egy nagyon fontos pontja a beszélgetésünknek, főleg, hogyha Pécset tekintjük. Pécs egy érdekes város szúnyog szempontból. Azt tudni kell, hogy Pécs nem egy nagyon szúnyogártalommal sújtott város, vannak sokkal rosszabb helyek is az országban, és Pécs szerkezetéből, a város szerkezetből adódóan a fő fajösszetételt azok a szúnyogfajok adják, amik a kertünk végében tenyésznek. Erre elég egy homokozóvödör, egy ponyvában megállt apró pocsolya, egy-egy ilyen kis vízgyülemből, ami 1-2 deciliter lehet, több száz szúnyog is kikelhet.
És már csak a logikája is szép a dolognak, mert ha ezen a helyen kezeljük őket, akkor nem repülnek 200 felé, és nem kell 200 helyen keresni őket. Nagyon hatékonyan működhet egy ilyen gyerítési rendszer. Nyugat-Európában ez abszolút bevált és működőképes, de ez lakossági tudatosság és lakossági segítség is kell. Mikorra várható az idei szezon, ha lehet így mondani? Ez mindig egy jó kérdés. Tekintettel a mai időjárásra is én azt mondom, és tekintettel arra, hogy folyamatosan nézzük a lárvák, illetve a bábok állapotát, már elindult. Mostantól várható az, hogy egy fokozatos szúnyogszám növekedés lesz. Nagyban befolyásolja majd az elkövetkező hetek időjárása. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Élénkülő gazdasági élet, egyre több üzleti szolgáltató központ létesül Pécsett. Csontvári 100, a bábek színeit idéző villámcsődületet tartottak a Széchenyi téren. Pécsi siker Cannes-ban százados Ábel két díjat is nyert a filmfesztiválon. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerda késő este borult, esős időre számíthatunk. Az északi szél megélénkül, olykor viharossá fokozódik. Éjjel kisebb záporok várhatók, csütörtökön reggel 12 fokig hűl a levegő. Csütörtökön a délelőtti órákban többnyire felhős, borult lesz az ég, újabb esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A felhőzet a délutáni órákra fokozatosan felszakadozik. Az évszakhoz képest hűvös napunk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!